Felfoghatatlanok a számok, jelzőket sem lehet igazán találni ennek a heroin szállítmánynak a leírására, amelyet Iránból küldtek egy budapesti férfinek. A fekete piacon szokásos keverési, higítási arányokkal számolva akár 20 millió adag is készülhetett volna a 730 kiló drogból. A szlovén hatóságok még a kikötőben megtalálták a kábítószert, ezután indult gyors nemzetközi akció a címzet lebuktatására. Elmúlt 20 év legnagyobb heroin lefoglalását hajtottuk végre. Nagyságrendileg meghaladja mondjuk a Magyarország éves heroin fogyasztásnak a mértékét. Értéke legkevesebb 17,5 milliárd forint. 730 kiló heroin foglaltak le a magyar és a szlovén rendőrség közös akciójában. Az árut a szlovén vámosok szúrták ki. Koper kikötőjében az egyik hajón egy konténerre lettek figyelmesek, amit Iránban adtak fel. Röntgennel is átvizsgálták, ekkor találták meg a rekordmennyiségű kábítószert. Ám úgy döntöttek, nem elégszenek meg magával az áruval, meg kell fogni a címzettet is. A koperi ügyész döntése alapján 70 kiló heroint bent hagytunk a konténerbe. A következő napokban egy magyar teherautó sofőr jelent meg a koperi kikötőben, és átvette a szállítmányt. A címzett egy Kárihárd nevű 47 éves budapesti lakos volt. A férfinak korábban nem volt még kábítószeres ügye, vagy legalábbis nem bukott le. Viszont a teljes 730 kilós szállítmányért ő volt a felelős, vagyis igazi nagy kutya lehetett a nemzetközi kábítószerkereskedelemben. Magyar szervezet bűnözői körök is részt vesznek ezeknek a drogoknak a terjesztésében. Azt, hogy Kárihárd pontosan hol állt a maffia ranglétráján, és kik voltak a társai, a nyomozás érdekei miatt egyelőre nem árulhatják el. A Nyugat-Balkán útvonal egy klasszikus heroin útvonal. Még Hollandiából elsősorban a kokain vagy a szintetikus drogok érkeznek, és természetesen ennek egy részét a magyar piacon el lehet adni, de hát egy ilyen mennyiséget, mint amiről itt szó volt, 730 kg-ot, úgy gondoljuk, hogy ezt nem a magyar piacra szánták csak, tehát ez ment volna valahova tovább, ennek egy jelentős része. Ekkora mennyiséggel egész Európát el lehetett volna látni. Ráadásul a lefoglalt heroin 65%-os tisztaságú volt. Ez azt jelenti, hogy semmi más a heroinon, illetve a szokásos heroin szennyező komponenseken kívül, amik a gyártásból jönnek, nem található ebbe az anyagban. Tehát ez maga az eredeti nyers tiszta heroin. Az utcai forgalomban 10-15%-os tisztaságú heroint árulnak, vagyis a 730 kilót körülbelül ötszörösére dúsították volna fel a dílerek, ami mintegy 3,5 tonnát jelent. A heroin a világ első designer drogja, gyakorlatilag egy módosított opiát származék. 1898-ban alkották meg, alapvetően azzal a céllal, hogy leszoktassák az ópium függőket a szenvedélyükről. A program idézőjelben sikeres volt, hiszen minden ópium függő, aki heroint kóstolt, azonnal átszokott rá. A heroin ugyanis, mondta az addiktológus szakértő, az ópiumnál jóval erősebb örömöt okoz. A herointól ez egy depresszáns, nyomja lefelé a különböző életműködéseket, csökken a pulzus, a vérnyomás, a légzés, egyébként a túladagolás is ebbe az irányba megy, hogy olyan szinten deprimálja a légzőközpontunkat, hogy akár halálos fulladás lehet ennek a vége, de ugyanakkor euforizál, főleg amikor intravénásan használják ezt, akkor azt mondják a használók, hogy egy akkora hatalmas, végtelen nyugodtság, boldogságérzet, megelégedettség van, amit ő így nem tud mással pótolni. Az eufóriát azonban egyre nehezebb elérni, sőt egy idő után lehetetlen. A használónak azonban mégis muszáj tovább lőni a heroint, mert az elvonási tünetek szinte elviselhetetlenek. A használó ahhoz, hogy azt az eufóriát, amire lehet, hogy csak így már álmodozik, hogy mit szeretne elérni, azt az eufóriát elérje, ahhoz növeli a dózist. És a heroin tragédiája az, hogy az eufóriához kapcsolódó tolerancia az gyorsabban nő, mint mondjuk a légzési központot deprimáló hatása. És az eufóriát hajszoló dózis növelésbe egyszer csak túladagoltam magamat.
A heroin Magyarországon a rendszerváltás után jelent meg. A 80-as évek mágtejázói álltak át rá. A 90-es években 10-12 ezer heroinista lehetett az országban, számuk azonban folyamatosan csökkent. A heroin az utóbbi 10 évben szinte teljesen kiszorult a magyar és az egész kelet-európai piacról. A használók ugyanis átálltak az olcsó és jóval könnyebben hozzáférhető új dizájnja drogokra. Designer drugs are very popular also in Slovenia. A designer drogok Szlovéniában is nagyon népszerűek. Az első helyen a marihuana áll, de a második már a designer drog. Az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy jelentősen nő a kokain használat is. Az új designer drogok hulláma a 2010-es években jelent meg. Alapvetően a marihuána és az amfetamin hatását próbálták utánozni olcsóbb kivitelben. A főleg kínai gyártású szerek elöntötték Európát, a heroin függők többsége áttért az olcsó és könnyen hozzáférhető szerekre. A függés természete azonban ettől semmit sem változott. Egy kis Baranya-megyei faluban járunk egy drogrehabilitációs intézetben. A központ vezetője maga is egykori szenvedélybeteg, az opiát származékok rabja volt. Mágtea, heroin, kodein. Kodeinista voltam főleg. Az opiátok akkora örömet adnak, mondja Krausz Nándor, amit átlagember el sem tud képzelni. Pont ez benne a csapda. Van az embernek egy természetes örömforrása. Na ennél jóval nagyobb örömforrás. A jóval nagyobb a tüt. Ez azért, és akkor ez átírja ezeket az örömforrásokat egy idő után. Szóval fontosabbá válik a szexnél, a kajánál, a kapcsolatoknál, az egyenességnél, mert mindent fölülír ez a fajta pozitív érzés. A drogos egyfajta álvalóságban él. Zajlik ugyan körülötte az élet, de ő valami mást érzékel. Drogoztam, és közben nem éreztem a kudarc élményemét, nem éreztem a nehéz dolgaimat, hogy ezzel probléma lenne, de hát közben ott voltak. Mert ment el mellettem az élet, és egy csomó nehézség volt. De a drogok pozitív érzéseket adnak, fölülírják a valóságot, a valóságnak a nehéz érzéseit, amit a nem használók megtanulnak kezelni. Gyerekkorukban, vagy felnőttkorukban, vagy kimikor. Függők rehabokon. Minden szer okoz fizikai és lelki függőséget is. A fizikai függőség nagyon eltér a különböző szereknél, a heroin elvonása az egyik legrosszabb, borzalmas fájdalmakat okoz. A rehabon mégis azt mondják, a fizikai függőség az, amivel könnyű megküzdeni. A lelki függőség felszámolása az igazi feladat, az pedig minden szernél ugyanaz. Aki kábítószerhez nyúl, az a tapasztalatok szerint valamilyen régóta meglévő pszichológiai problémáját próbálja megoldani. A heroin függők mostanra javarészt eltűntek Magyarországról, nem is volt a rehabon egy sem. Tamás a metamfetamin rabja, de neki is ugyanazzal kell megküzdenie, mint minden függőnek, saját régi lelki problémáival. Nem tartott senki se tükröt arra, hogy milyen rossz jellemhibákat működtetek az életemben, és ezeknek a jellemhibáknak a működésével elnyomtam érzéseket, manipuláltam embereket magam körül, és eljutottam arra a pontra, hogy ezt csak a szerrel tudtam elnyomni ezeket az érzéseket. Tamásnál sem a szer volt a hibás. A hiba benne volt, a droggal csak megpróbálta elnyomni. És akkor, ahogy ezek az érzések szétfeszítenek téged legbelül, én feküdtem a földön, és csak ütöttem a parkettát, és zokogtam, és rájöttem arra, hogy ez már így sem megy, sem droggal, sem anélkül. A szerencsések eljutnak egy rehabilitációs intézetbe. A kevésbé szerencsések tönkretesznek maguk körül mindenkit, aztán meghalnak. Sokan úgy lesznek kábítószerfüggők, hogy észre sem veszik. A valóságban ugyanis nagyságrendekkel többen kapdosnak opiátféle tablettákat, mint sejtenénk. Én azt látom, hogy fájdalomambulanciák, házi orvosok mindenféle csip-csup problémákra opiátot írnak fel. Tehát volt olyan ismerősöm, aki derékfásra elment a házi orvoshoz, és tramadolt kapott. A tramadol az egy kapszulában szedhető kábító fájdalomcsapító, egy opioid, amihez hozzá lehet szokni. És utána, és az ember nem csak azt érzi, hogy nem fáj a dereka, hanem van egy olyan kis sikerélmény, egy olyan kis nyugodtabb állapot, amit az opiától éreznek az emberek, ezért használják az opiátot egyébként.
Az Amerikai Egyesült Államokban jelen pillanatban az egyik vezető halálok az opiát függőség, mégpedig túlnyomó részt a fájdalomcsillapítók által kiváltott függőség. Többen halnak bele, mint autóbalesetekbe. A fentanil az opiát féleségek legújabban előállított szintetikus változata. Normális használata is van, rákbetegek kapják a végső stádiumban, hogy csökkentse a fájdalmakat. Ez az a szer, ami gyakorlatilag a heroin tovább dizájnolt változata, és ami Amerikában már elöntötte az utcákat. Az indiai, kínai gyógyszergyárak, akik a dizájnereket gyártják, ott ez nyilván észrevették azt, hogy azért a függőségnek, ugye nagyon komoly függőséget, azt mégiscsak az opiát tudja megcsinálni, mert az ember, ha éppen nincsen szintetikus kannabinoid, vagy nincsen szintetikus serkentő, akkor nyűgös egy darabig, de aztán túl van rajta. Az opiát függő az bármit megtesz azért, hogy pénzt szerezzen. A Nemzeti Szakértői Kutatóintézet felmérései szerint nálunk egyelőre még nem jelentek meg az utcán a szintetikus opiátok. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére a magyar piacon olyan új opiátok használói oldalon nem jelentek meg, amik az Egyesült Államokban például jelentős problémát okoznak napjainkban. Természetes eredetű opiátból, heroinból viszont most 730 kilót foglaltak le. A Nemzeti Nyomozóiroda tavaly összesen 12 kilót talált. Ez a mennyiség ez nyilván egy ugrást jelent, de nem azt jelenti, hogy most a heroin újból divatba jött. Azt gondolom, hogy a szintetikus drogok és az új pszichoaktív anyagok továbbra is uralják a piacot. A 730 kiló tiszta heroint tehát az ötszörösére dúsították volna, mielőtt az utcára kerül. Egy pakett általában 0,2 g, ez pedig azt jelenti, hogy bármilyen hihetetlen is, majd 20 millió adagot teríthettek volna szét. Ez egész Európát elláthatta volna hónapokon keresztül.